A sportlövészet egy komoly technikai sport, amely nagy odafigyelést, testi és szellemi felkészülést és jó fizikai erőnlétet követel meg a válogatott sportolótól. Az idén is szép számmal vett részt hazai és nemzetközi megmérettetésen a Szerencsi Bukovszky Péter, az újpesti torna egylet versenyzője, aki a 10 méteres felkészüléseket Szerencsen a saját lőterén végzi, valamint az 50 méteres számokra különböző lőtereken gyakorol. Az itthoni edzésekben az ifjú sportoló édesapja Bukovszky Róbert nyújt segítséget, míg Budapesten Kisné Oroszi Edit ad instrukciókat a versenyzőnek. A Szerencsi Bukovszky Péter örömmel számolt be a nyári időszak versenyeiről, valamint a megmérettetésen elért helyezéseiről. Június végén Pilsenben került megrendezésre az olimpiai reménységek versenye, ahol az alapversenyben második lettem, döntőben pedig a harmadik helyet sikerült elérnem. Július elején Zúlba utaztam ki a junior világkupára, ahol a 60 fekvő versenyszámban a 19. helyezést értem el, illetve július végén rendezték meg Mariborban az Európa-bajnokságot, ahol sajnos egy fegyverhiba miatt nem sikerült túl jól szerepelnem, a sütésem romlott el, ez egy fontos alapdolga a lövészetnek, de úgy gondolom, hogy ehhez mérten jól teljesítettem, próbáltam a legtöbbet kihozni magamból. Én úgy gondolom, ez egy technikai sport, itt bármikor bármi megtörténhet. Igazándiból az utóbbi edzéseken is éreztem, hogy probléma van a fegyverrel, azonban megcsináltam, és az utolsó két edzésen nagyon jól működött, és jók is voltak az eredmények. Azonban a verseny kezdetekor, mikor kimondták a start vezényszót, egyből elromlott. Most van egy másfél hetes pihenőm, ezt követően újult erővel neki kezdek az 50 méteres versenyszámok edzésének, mivel szeptember közepén lesz megrendezve az országos bajnokság, ahol szeretnék minél jobban szerepelni, illetve ezzel párhuzamosan elkezdtem a 10 méteres versenyszámra való felkészülést is. A 10 méteres edzést azt itthon végzem a lőteremen, ez egy másfél órás edzés, ami tényleg csak technikai edzés, az 50 méteres edzés pedig kint a különböző lőtereken, mikor, hol, ahol lehetőségem van, ott van előtte egy kis mentális felkészülés is, aztán pedig a technikai. Az egész éves versenyzés kemény munka, fárasztó napi edzések és a nehéz hazai és világversenyeken való szereplés után a fiatal sportoló a következő hetekben jól megérdemelt nyári pihenését tölti. A testi és a lelki feltöltődés után Bukovszky Péter lelkesen készül a szeptember közepén megrendezésre kerülő országos sportlövő bajnokságra.